Üdv mindenkinek! Ezúttal a Száva partjáról jelentkezem, a szlovéniai Litijáról. Egy picit rendkívüli a mai vizitúra, mert ezúttal nem érzem magam felkészültnek, bár láttam egy videót az előttünk álló etapról, de folyóiratírást nem olvastam, így egy kicsit rögtönzött túra elé nézünk utitársainkkal, Ritával és Tibivel. Középen menjünk szerintem, abba a V-be, nem? Én ott nem látok semmilyen tárgyat. Nem is annyira triviális ezen a környéken jó ki- és beszálló pontokat találni, ezért megosztom a trekket, amiből kiderülnek ezek az információk. A mai etapunk nagyjából 18 km Zagorjéig, ahol a kiszálló pontot már kinéztük magunknak. Tegnap a Száva Bohinkán kajakoztunk 28 kilométert, így a K2 hajókat hoztuk el, ami, mint a videóból is ki fog derülni, remek választás volt erre a szakaszra is. Már reggel az odaúton láttuk, hogy nem egy unalmas folyószakasszal lesz ma dolgunk, a beszállásnál pedig látványos volt a folyó sebessége. Az első kilométerek bőven adnak lehetőséget ráhangolódni a folyóra, és bár remek sodrása van, de technikailag semmiféle kihívást nem tartogat. Természeti szempontból ellenben nagyon szép, és nagyon gyorsan peregnek a kilométerek. Száva település alatt aztán egy kellemes sóderzátonyon kikötöttünk ebédelni. Uri! Menjünk balra egy kicsit, jó? Felizáltam, jó? Jó, akár itt át is láthatunk ezen, és akkor most be fog fordítani, de azért nem megyünk ki belőle, hogy ne fordítson be. Jó, jönnek a hullámok, nem foglalkozunk vele. A mai menet második felében azért már érezhető volt, hogy felgyorsul a folyó. Ami annak köszönhető, hogy egyrészt összeszűkül a meder, másrészt itt nagyon nagy a folyó esése. Egyik jobb oldalt elsumálkolunk, jó? Ha sikerül. Only English. This is water if you need it. No. Okay, thank you. We don't need. We don't need, but thanks for the tip. Okay. Renke magasságában utolfogtunk három felfújható kajakost, akikkel a túra során megismerkedtünk, és kiderült, hogy ők a Száva Kalózai nevű helyi erők, akik rendszeresen portyáznak a folyón. A jó
Isten küldhette őket, mert innentől kezdődtek a technikai nehézségek a száván, és így gyakorlatilag szinte végig vezetett túránk volt általuk. A vizébe nem kell visszamenni a visszaforgóba, ahova ők mennek, mert mindjárt befordulnak, látod? Max átemelünk, nem? Hát hármas. Nincs oda sebességgel. Gyere! Illetve nem tudunk. Jó. Na, hát ez egy hármas. Yeah, exactly. But still, it's fine if you have a local. If you would, we are on Facebook. Na most képzeljétek el azt, jóval nagyobb víznél. Gyönyörű, nem? Jogi! Kijövök belőle! Jó, álljunk félre, hogy a többieket lekamerázzuk. A száva vízhozama ezen a szakaszon normál esetben 55 köbméter másodpercenként, ma pedig 120. Azaz elég magas a vízhozam, de a 3 héttel ezelőtti áradás már lement, így tiszta a folyó. Ennél a vízállásnál és vízhozamnál elég komolyak a zúgók, amiket megtapasztaltunk saját bőrünkön is. Semmi gond! Nyomjad! Csak az, hogy balról jön, tudod, azért volt ez. Ura! Volt ma néhány kettes, illetve egy hármas helyszín is, így nagyon szerencsések voltunk, hogy a K2-t hoztuk magunkkal, amik aztán igazán nem borulékonyak. Végül a tervek szerint kikötöttünk Zagorjéban, egy kicsit barátkoztunk a helyi erőkkel, elpakoltunk, és elég jutunk haza. Nice to meet you, my friend. Miha! Miha! May we take a picture? Nos, ennyi fért bele a mai kis epizódba. Remélem, kedv csinálónak jó lesz ez a kis film. Viszlát egy másik helyen, egy következő folyón. Ciao. Köszönjük a Mikulás túsznak azt, hogy minden logisztika a helyén volt, és tulajdonképpen a meglepetés is ma kellemesen zajlott, úgyhogy jövünk legközelebb is. Köszönjük.